Online számlázási rendszer segíti az egyéni vállalkozók munkáját, a rendszer folyamatosan rögzíti a fontosabb törzsadatokat, így a bevételt és a partnerek listáját is, így ellenőrizhető az adott tevékenység. Mivel a bevételi értékhatárok folyamatosan emelkedtek, de a havi adómérték változatlan maradt, az elmúlt 7 évben 2013-tól 2020-ig az egyre kedvezőbb jogszabályi környezet miatt bővült a kata szerinti adózó vállalkozások száma. Talán éppen ezért érintette váratlanul az adózókat a január 1-től életbe lévő változás. Mind a munkaadónak, mind a munkavállalónak megérni ez a bújtatott alkalmazási módszer katás vállalkozásként. Ezt szeretné az állam valamilyen módon elkerülni, és az a megoldás született, hogyha egy adott cégtől több mint 3 millió forint a katás vállalkozó bevételem, akkor a 3 millió forint fölötti részre a kifizetőnek, tehát az, aki kifizeti ezt a számlát, annak 40%-os extra adót kell befizetnie. Legyen szó egyéni vállalkozásról vagy magánszeméről, hitelezhetőség szempontjából kulcsfontosságú az igazolt jövedelem nagysága, hiszen ez határozza meg az igénylő által vállalható hiteltörlesztők maximális összegét. Az úgynevezett adósságfék szabály szerint félmilliós nettó jövedelem alatt a jövedelem legfeljebb 50%-át lehet hiteltörlesztésre fordítani, míg félmilliós vagy ezt meghaladó bevételnél 60% a plafon. Éppen ezért érdekes az egyazon felek közötti számlázások 3 millió forint feletti részét kivetendő 40%-os elvonás, hiszen ha ennek hatására bármilyen okból csökken az egyéni vállalkozó bevétele, akkor ez kihat majd az általa felvehető hitel maximális összegére is. Ráadásul a COVID-járvány is negatívan befolyásolta a hitelfelvétel menetét. Amelyik bank azt mondta, hogy finanszíroz, annak nem volt elégséges a tavalyi évről, tehát ugye akkor tavalyi év, tehát a 2019-es évről egy adóbevallás. Szükség volt az adott év első 3-4-5-6 hónapjáról is egyfajta bevételigazolás, valamilyen kimutatás, ami alapján meg tudták mondani, hogy a cég ebben a nehéz helyzetben is megfelelően üzemele. Azt azért hozzátenném, hogy a nyár végétől a bankok fokozatosan lazítottak. Még a 2019-es év még békeidőnek számított, a 2020-21-es év változást hozott a hitelfelvételek igénylése terén is. A bankszámla kivonatok, számlák, pénztári bizonylatok bemutatásán túl a bankok kérhetik a vállalkozásoktól, hogy mutassák be a tevékenységüket egy írásos beszámolóba, amelyben a bank azt vizsgálja, az üzleti modell működőképes-e, hiszen nem biztos, hogy aki korábban prosperált, annak most is lesz forgalma. A Bank Monitor elemzői szerint a bankok várhatóan lazítani fognak a jelenlegi szigorú feltételeken.